A Karcagi Erkel Ferenc Alafokú Művészeti Iskola 75 éves jubileumi rendezvénysorozata második hangversenye az iskola falán lévő emléktábla koszorúzásával kezdődött. Két okból is ünnepelhetünk. Egyrészt iskolánk ebben a tanévben érkezett a 75. tanévéhez, ezt egy programsorozattal igyekszünk emlékezetessé tenni. A mai a második alkalom, hogy erre a szép évfordulóra emlékezünk. Másrészt iskolánk névadójának, Erkel Ferencnek a születésnapja volt november 7-én, így mai koncertünkön az ő emlékére előtt tisztelgünk. Erkel Ferenc magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész és zenepedagógus 1810. november 7-én Gyulán született zenész családban. Pozsonyban végezte gimnáziumi tanulmányait, itt hallhatta először a nagy operaszerzők műveit és a magyar verbunkos zenevirtuózának, Bihari Jánosnak a hegedűjátékát, valamint Liszt Ferenc koncertjét is. Később Kolozsvára került, ahol további inspirációt kapott tanáraitól a magyar zene szeretete iránt. Később erről így emlékezett. Ami vagyok, azt mind Kolozsváron töltött éveimnek köszönhetem. Itt műveltem ki magam zongoraművésznek, ott tanultam legtöbbet, ott lelkesítettek, ott kötötték lelkemre a magyar zene felvirágoztatásának ügyét, és ott telt meg a szívem a szebbnél szebb magyar székely népdalok árjával, melyektől nem tudtam többé szabadulni. Mai koncertünkön magyar zeneszerzők műveivel emlékezünk a himnusz zeneszerzőjére és a magyar opera megteremtőjére Erkel Ferencre. Ezt követően az Erkel Ferenc teremben tartott hangversenyen a művészeti iskola tanárai és diákjai adtak koncertet, amelyen magyar zeneszerzők művei hangzottak el.